15 éve levéltárosként, 10 éve igazgatóhelyettesként dolgozott a Vármegyei Levéltárban Dr. Bánszki hajnalka, aki ma már a közművelődési intézmény igazgatójaként irányítja a levéltárban zajló munkát. Emellett természetesen folytatja a már korábban megkezdett kutató munkáját is, a levéltár új igazgatója a 35 perc vendége volt. A doktori diszertációmat a Csehszlovák-Magyar Lakosság Csere Ennyire egyházán és környékén címmel írtam, hamarosan egyébként megjelenik könyvformájában is. Hát a kutatás az minden levéltárosnak fontos, most függetlenül attól, hogy sima levéltárosként vagy vezetői megbízással ül a székében, illetve ez kötelességünk is, hiszen így ismernek meg bennünket a szélesebben vett szakmában, illetve a helyi tudományos közéletben is, tehát mindenféleképpen fogom, illetve szélesítem is ezt a témát. Hát én a menekült kérdéssel, illetve 45-47 közötti történet felé kacsintgatok. Én tudok szlovákul, az én egyik első feladatom az az volt, hogy a régi ócsenyelvű szövegeket olvastam, regesztáztam, tehát van, foglalkoztam ezekkel, a, ezekkel, az iratokkal is, illetve, illetve 19. századi társadalomtörténetből nekem is van tanulmányom, vannak életmód történeti tanulmányaim, illetve Érdekel az itteni evangélikus közösségnek a vallásgyakorlása, a társadalom története, a szlovák asszimiláció, ami mind, tehát 20. század közepét megelőző időszak. A Vármegyei Levéltár a Magyar Nemzeti Levéltár tagintézményeként működik, így a továbbiakban is az eddigi hagyományokat követve végzik majd tevékenységüket az ott dolgozók, mondta dr. Bánszki Hajnalka. Azt pedig, hogy tíz évnyi igazgató helyettesi munkakörben eltöltött munka után az intézmény vezetőjeként fog dolgozni a jövőben, egyfajta kontinuitásnak nevezte, haladva elődje Kujbusné doktor Mecsei Éva nyomdokain. Továbbra is fontosak a rendezvényeink, fontosak a határon túli tudományos kapcsolataink, szeretnénk projekteket folytatni a későbbiekben is vele. Szeretném továbbra is a vármegye, illetve a városi tudományos Intézetekkel, intézményekkel és közgyűjteményekkel fenntartani a, a kapcsolatot, tovább bővíteni az iskolákkal való együttműködéseket. A levéltár a magyar hivatali rendszer része. A közgyűjtemény őrzi a levéltár érett iratokat. Ennek érdekében folyamatosan tartják a kapcsolatot a vármegyében működő iratképző intézményekkel, Ma már kiemelt a levéltárban is a digitális ügykezelés, ami azért is fontos, mert az ügyfélforgalom nagy része is a levéltárban őrzött iratokra alapul, akár hivatalos ügyben, akár kutatási céllal fordul a lakosság a levéltárosokhoz.